Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től, és itt az Agromos Expo-n egy újdonságot hoztunk ki. Ez gyakorlatilag még egy prototípus, vagyis inkább egy előgyártmány, egy előszériás gép, a Mascar Delta szemenként vetőgép. Maga a vetőgépnek az érdekessége, hogy ez egy 9 soros állítható sortávolságú gép, gyakorlatilag 40-től 75 cm-ig állítható a sortávolság. 75 cm esetén lehet 9 soros, 8 soros, 75-nél 8 soros, illetve hogyha kisebb szélességekről beszélünk, akkor pedig lehet 9 sorosként használni. A gépnek több különlegessége is van. Egyik az új a kocsiknak a felfüggesztési rendszere, ami rugó előfeszítéssel lehet állítani. Itt a maximális csorosztya nyomás 280 kg lehet, tehát az igen kemény, kevésbé előkészített talajba is nagyon szépen bele tudja tenni a magot. A nagy sebességű vetéshez külön még lengéscsillapító is került a gépbe. Ez egyébként elektromos hajtású, új hajtómotorok, kisebb fogyasztású hajtómotorok kerültek beépítésre, de nem csak elektromos hajtású lehet ez a gép, hanem mechanikus hajtású, tehát a hagyományos láncos megoldás is lehet. Hogyha megnézzük a túloldalon, milyenek a vetőegység, itt egy-egy gyorsan le is bontunk. Itt át lett alakítva maga a, tehát újfajta kialakítása van. Ez is mind ahhoz, hogy a nagyobb sebességhez jobban föl tudja venni a magot. Ez még itt a maglesodró. Azt is szépen, hagyományosan úgy lehet állítani, mint korábban itt egy karral. Újdonság továbbá itt a prokerék, hogy nem csak alumínium lehet a prokerék, hanem gumi anyagú. A guminak ott van jelentősége, hogy nedves talaj esetén erre kevésbé ragad a föld, tehát sokkal tovább bírja, mert hogyha ráragad a föld, akkor abba beleragadhat a mag, és akkor gyakorlatilag kikapkodhatja a magot, mondom, ez nedves talaj esetén. Nagyon sokszor kiszokták szerelni ilyen esetbe, de hogyha gumi az anyaga, arra kevésbé ragad a föld. A vétömörítő kerekeknek is egy új állítási lehetőségük van. Itt mutatom is. Tehát ennek a szögállását is tudom alakítani, tehát hogyha még inkább V-be beállítom, így a talajt is jobban odahúzza a mag fölé. Tehát ebbe lehet állítani így. Nem tudom, hogy mennyire takarom, mennyire nem. Aztán, hogyha itt a gép elejére megyünk, akkor láthatjuk a teljesen új vászkialakítást, egyébként maga a nyomjelző is egy új kialakítással van. A váz az gyakorlatilag a korábbi flex modellekhez képest még közelebb került a traktorhoz, így még kisebb traktor elegendő a géphez. Természetesen, ahogy manapság illik, ez a gép is egy izobuszos csatlakozással rendelkezik, de hogyha nem szeretne valaki izobuszt, akkor lehet izobusz nélkül is rendelni, akkor pedig saját monitoros megoldás lehetséges. A szélső sorokhoz, hogyha
nagy munkaszélességben dolgozunk, tehát akár ez a 75 cm-es sortávolságnál, ahhoz, hogy a megfelelő lejtés se legyen a műtrágyának, egy plusz ventilátor került be a rendszerbe, ez egy halk ventilátor, és itt az utolsó két sornál levegővel segíti, hogy tovább vigye a műtrágyát a műtrágya csoroszjákhoz. A műtrágya csoroszjáknak is új kialakításuk van, itt nagyon könnyű állítani a mélységüket, illetve is, ha itt oldalról megnézzük, ezeknek rugó feszítésük van. Elől láthatjuk a csillagkereket, de ez már régóta rendelhető, ami rögött terel, rögött tör is, illetve a szármaradványokat is eltereli. Hogyha még itt a gép hátuljához nézünk, ja, egyébként, hogyha már itt a munkaszélesség állításnál egy különlegessége a gépnek, hogy maga a kerék az nem fix, hanem amikor állítom a munkaszélességet, ebből a taggal együtt mozog, tehát a kerék mindig sor közbe megy. Tehát olyan részt fog taposni, ami nem a sorba van. Jó, és akkor nézzünk még egy részt hátul. A sortávolság állítás pedig ezzel a karral tudom állítani, itt látszódnak a furatok is. Azzal tudom állítani, hogy milyen sortávol is, tehát 40, 45, 70 vagy 75 centis sortávot szeretnék. Ez a kar, egyből jöhet a kérdés, hogy mire szolgál, ez pedig fixálja a tagot, a csoroszját, ez kifejezetten a tárolóba kell, tehát amikor a színbe beviszem tároláshoz, akkor nem a rugókon nyugszik a gép és hátra billen, hanem ebben le lehet fixálni. Jó. Több újdonságunk is van a kiállításon, jöjjenek el, nézzék meg, vagy keressék területi képviselőinket, vagy nézzék meg itt további videóinkat. Köszönöm a figyelmet!